A Kamara Székházának nagy előadó termében kezdődött a vállalkozásokról szóló egyetemi tantárgy, amit a hallgatók most is szabadon választhatnak. Immár 10. alkalommal hirdetjük meg a Kamara a vállalkozásokért tantárgy programot. Ebben a fél évben kevesebb, mint fél óra alatt telt be az 50 fős létszám. Ez már hagyomány, hogy nagyon gyorsan betelnek a létszámok, hiszen szájról szájra terjed a Kamara a vállalkozásokért tantárgynak a híre. Ebben a fél évben a hallgatók részére egy új dimenzióban próbáljuk megközelíteni a vállalkozás indításának a kérdéskörét. Nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati kérdésekben is kapnak majd támogatást a hallgatók. Üzleti tervet kell készíteniük, illetve kivisszük őket vállalkozási környezetbe, ahol gyakorlatban is megtapasztalhatják azt. Az egyetemisták különböző szakokról jelentkezhettek. A tantárgynak az is célja, hogy a jövő mérnökei, jogászai vagy éppen gazdasági vezetői együtt tudjanak dolgozni közös projektekben. Az alapképzésben a hallgatók megtanulják a vállalkozás indításának az elméleti részét. A kamarának az a feladata, hogy mi a gyakorlati síkon közelítjük meg, és azt tapasztaljuk, hogy a hallgatóknak teljesen más elképzelésük van a vállalkozás indítással kapcsolatban. Itt a gyakorlati oktatások során szembesülnek azokkal a hétköznapi problémákkal, amik a vállalkozás indításánál vannak, és minden programunk nagyon sikeres, nagyon szeretik a céglátogatásokat a programok során, illetve mentorokat kapnak a hallgatók, tehát visszahozzuk őket a valós környezetbe, kvázi az álomvilágból a valóságba. Az előadásokon eredményes és sikeres vállalkozók vendég előadóként mondanak majd tanácsokat a hallgatóknak. Pintér Péntek Imre, a kamara elnöke az első foglalkozáson például a generációváltásra hívta fel a figyelmet. Magyarországon, így Győrött is, most jönnek oda a vállalkozások, hogy a generációváltásnak a határához értek. A generációváltásnál egy csomó vállalkozásnál megvan természetes folytatása, se egy gyereke vagy mellől kiszemelt személy, de egy csomó vállalkozásnál nincsen. Tehát most nagyon könnyű helyzetben vannak azok a fiatalok, akik a vállalkozás irányába akarnak menni, mert hogyha kiszemelnek maguknak egy olyan céget, ahol a generációváltás következik, ott bedolgozzák magukat, akkor pár év múlva esélyük lehet arra, hogy fontos szerepet játszanak egy ilyen generációváltós vállalkozásnál. Eddig több mint 15 vállalkozás csatlakozott a programhoz, a partnercégek köre pedig folyamatosan bővül.